Nagyanyó, úgy szeretném, ha a szomszéd bácsi és a néni megismernék Isten szeretetét. Ők olyan szomorúak és egyedül vannak. Hát vidd el nekik Isten szeretetét. De én nem tudom meggyőzni őket. Isten csak azt kéri, használd a kezed, a lábad, a mosolyod. Ezen keresztül megértik az emberek, hogy Isten szereti őket. De hogy jobban megértsd, elmondom neked Nóri történetét. Nóri nagyon szerette a bibliai történeteket. Minden héten járt bibliaórára, ahol sok mindent tanult Jézusról. Sokszor elmesélte a mamájának is, mi történt az órán. De egy nap nagyon feldúltan jött haza. Anyu, képzeld, egy fantasztikus szöveget olvastunk a Máté evangéliumában. Mesélj, mit mond ez a szöveg? Isten azt mondta, hogy ha Jézusért szeretetből adunk valakinek egy pohár vizet, akkor jutalmat kapunk. Ez aztán az ígéret? Egyetlen pohár víz, csak ennyit kell tenni, ez igazán nem sok. És ezt egy kicsi gyerek is megteheti, igaz? Anya, én ezt kipróbálom, hogy így van-e. Megteszem Jézusért. Ettől a naptól kezdve Nóri minden meleg nyári napon oda ment a falu szökőkútjához. Egy pohárral a kezében minden járókelőnek friss vizet adott. Mindenkinek megkülönböztetés nélkül mosolyogva adta a vizet. Asszonyom, kérek pohár vizet Jézustól? Nagyszerű kislány vagy, köszönöm. Tényleg nagyon meleg van. Uram, kér egy pohár vizet Jézustól? Figyelj, kislányom, a te Jézusod jobban tenné, ha megszüntetné a szegénységet a világon, mint hogy nekünk ad egy pohár vizet. Tartsd meg a vizedet! Nórinak összeszorult a szíve, mikor néhányan csúfolódtak vele. De mások kedvesek voltak. A szeretetre szeretettel válaszoltak. Egy nap szakállas, hajlott hátú öreg ember érkezett a kúthoz. Szomorúnak látszott. Nóri nagyon megijedt tőle, de végül összeszedte a bátorságát, és kedvesen megszólította. Vegyen, uram, egy pohárral Jézustól! A férfi megdöbbent. Nem szólt semmit, csak ivott, de könnyek csillogtak a szemében. Telt múlt az idő. Nóri megnőtt, és ápolónő lett. Kórházban dolgozott. A betegek esténként részt vehettek a bibliaórán. Egy este az egyik beteg, egy igen idős ember elmesélte, hogyan ismerte meg Jézust. Évekkel ezelőtt egyedül maradtam, és olyan szerencsétlennek éreztem magam, hogy már nem is akartam élni. Elhatároztam, hogy kimegyek az erdőbe, hogy ott halljak meg. Ekkor találkoztam egy kedves kislánnyal, egy kis falu szökőkutyánál. Adott nékem egy pohár vizet, és ezt mondta. Ez Jézus ajándéka. Ez a kedvesség, ez a szó a szívembe hatolt. Végre mondta valaki, hogy szeret, gondolt rám. Egyszerű találkozás volt, de mégis ez akadályozta meg, hogy véget vessek az életemnek. Ettől a pillanattól kezdve kerestem, ki az a Jézus, aki egy ilyen kislány szívét betöltötte szeretettel. Megtaláltam, és azóta szolgálom Jézust, aki szeret. Ő az én Uram, és megmentőm, és örömmel tölt el engem. Nóri is hallgatta a történetet, a szívét nagy-nagy öröm töltötte el. Ez az idős ember az ő pohár vize miatt ismerte meg Jézust. És azt gondolta, érdemes volt kipróbálni Jézus szavait. Csak egy pohár víz és egy mosoly. Isten nem azt kéri, hogy mindannyian ugyanazt tegyük. Csupán azt, hogy készek legyünk megtenni érte szeretettel bármit is. Van szemed, füled, szíved? Van. És megtanulom én is használni őket. Ne maradj közömbös azzal szemben, amit látsz vagy hallasz. Tedd Istenért azt, amit a szíved sugall. Tégy jót. Így válaszolj a szeretetére. És neked is kedves mosolyod van. Mosolyog hát olyan gyakran, ahogy tudsz. Rendben.